Néha a világot is feje tetejére fordító ötletekhez nem is kell több, mint kreativitás, tetrekészség és digitális megoldások. A Telekom és a Highlights of Hungary bemutatja OTDK és Gál Dániel. A társadalomnak az a része, amely már az új informatika légkörében nevelkedik, a digitális társadalom már számára evidencia, ők is lássák, hogy van egy tradíció, ami mindig megújul, és mindig a tehetséget mutatja fel, az alkotást, a sikert, a karriert segíti. Én sose gondoltam arra, hogy tanítani fogok. Én mindig is jazzzenész akartam lenni, de elkezdtek megkeresni, hogy járnának hozzám tanulni, dobolni. Az OTDK összefogja a magyar és a kárpát-medencei magyarság felsőoktatási intézményeiben azokat, akik tehetségesek, plusz munkát vállalnak, alkotásokat, dolgozatokat készítenek, és ebből két évenként országos versenyt rendez. A dobiskolának van egy olyan külön programja, ahol esen is gyerekekkel foglalkozunk, ami speciális nevelési igényű gyerekeket jelent. Ide tartozik az autista spektrumzavar, aspergeres, ADHD, ADD, és különböző figyelemzavarral küszködő gyerekek. Nyilvánvalóan ez nem úgymond gyógyítás, legalábbis a konvencionális orvoslást tekintve, ez egy kiegészítő terápia. Az OTDK gyakorlati életben azt jelentette, hogy kínált egy jövőképet, hogy hol lehet dolgozni ebben a szakmában. Igazából, ha utólag visszatekintek rá, akkor ez már másodéves koromban eldőlt. Akivel az OTDK-n találkoztam, talán a következő években ők munkáltatóim, mentoraim lettek. Jelentette egy igényességre, szoktatást, nevelést, jelentette a precizitásra nevelést, és egy olyan közösséget is, egy olyan igényes szakmai közösséget, amivel másként nem találkozhattam volna. Nagyon fontos ez, mert nem csak tudást ad, hanem azt is, hogyan lehet a felnőtt és az utána jövő fiatal nemzedéknek közösen dolgozni valamin. Egy közeg alakul ki számára, ahol levegőt kap, sikereket érhet el, és ez egy hungarikum. A szülő az úgy hív fel másnap, hogy a gyereke az milyen jól érzi magát, meg hogy mennyivel jobb a hangulata. A digitalizáció, különösen most, hogy megtapasztaltuk a home office-t és egyéb velejárult a járványnak, bebizonyította, hogy igen szükséges következő évszázadok társadalmának szocializációja szempontjából. De ugyanakkor azt is bebizonyította, hogy a face-to-face kapcsolatokat semmivel nem lehet helyettesíteni. Bár nem ismerem annyira még az 5G-nek a lehetőségeit, de nagyon örülnék annak, hogy ez live-ban úgy történjen meg, hogy a leütött hang az ott is leütött hang. Tehát a Highlights of Hungary kezdeményezés számunkra nagyon sokat adott. Egy új szint hozott a tudományos diákköri munka publicitása tekintetében. A Highlights of Hungary megerősített abban, hogy jó úton járok. Irányt adott azzal kapcsolatban, hogy ez csináljam, és több energiát és tervet szőjek bele, mert több van benne, mint amennyit eleinte gondoltam. Csak az a boldog ember, aki a tevékenységében a létét élvezi, hát ez segíti a TDK. A dobolás nekem a mostban élést jelenti.